Megérkezett Karcagra a Cirkusz Maximum. Mit lehet tudni az előadásokról? Mik lesznek, és milyen érdeklődő közönséget várnak? Hát megérkeztünk ilyen, és különlegeségeink vannak. Van egy gorilánk, ami 8 méter magasba hidalikusan emelkedik föl. Van egy autorobot lézersunk, lézersónk, víziorgonánk, és artista számok, kutyák, meg ilyesmi. Tehát különlegeségekből ezek vannak, ez a robot, meg ilyen dolgok. Kiket várnak sorban? Hát, ami tapasztaltuk, hál' Istennek vegyes, mert a kisgyerekektől ugye, hát a tévében nagyon sokat vegy az autórobot, és e, vegyes a közönség, mert nagyon jó kis bohócunk van, tehát e, meg vagyunk elégedve a közönségnek a visszhangjával is. Tehát nagyon sokan mondják, hogy hát na végre olyan cirkusz, amin nincsenek állatok, amit kínoznak. Tehát most jön ez sajnos, hogy itt a környező országban mindenhol bezárták, hát nekem is volt nagyon sok állatom, és átártunk, nem lehet muszájban ebbe irányba menni. Hogyan épül fel a műsor? Milyen előadások lesznek? Mikor? Hány napig fognak itt lenni karcagon? Mi vasárnap fogunk, vasárnapig vagyunk itt, és ma eh, csütörtökön tartunk egy előadást, 6 órakor, pénteken 6 órakor, szombaton 3 és 6, és vasárnap egy utolsó bucsú előadás 3 órakor. A könnyező településeken itt a térségben hol szerepeltek már, illetőleg hol lehet majd még önöket látni? Mi még most innen megyünk Gyomaendrődre, előtte voltunk Tiszafüreden, Salgotarján, Eger, Balasagyarmat, tehát egy ilyen kört csináltunk, és hát érezni lehet sajnos ennek a vírusnak a hangulatát, de hát muszáj vagyunk csinálni, mi ebbe születtünk, más nem tudunk csinálni. Ahogy említette, lehet érezni ugye a kialakult járványügyi helyzetnek a hatásait. Itt a, a nézőtéren hogyan tartózkodhatnak majd a látogatók? Most hétfő idáig nem volt ilyen megszorítás, tehát aki akart használta a maszkot, aki akart nem. Most holnaptól kötelező lesz a maszk hordás, és a ki is lesz írva a kasszára, fertőtlenítés és a maszk, ami, ahogy a előírásnak megfelelően meg kell csinálnunk mi nekünk is. De önök készülnek és várják szeretettel a jelenlévőket. Van, más nem tudunk csinálni, fel vagyunk építve, el fogunk készülni holnapra minden, ahogy kell, és reméljük, hogy lesz közönségünk. Köszönjük szépen! Köszönjük.